Amikor Magyar József a 90-es évek elején beteg lett, akkor a zenekar tagsága úgy döntött, Józsi bácsi beleegyezésével persze, hogy a zenekart Power László és Szabó Ferenc közösen vezessék tovább. Ők emlékeztek a feledhetetlen zenészre és zenekarvezetőre. Egy szóval, az ő gondolata mindig az volt, ahogy köszönt is szeretettel. Egy szeretetteljes és szeretetteli ember, aki mindig megvárta a fiataloknak azt a. a Időintervallumát, amivel be tudott csatlakozni bárki is a zenekarba. Tehát nem voltak olyan tagjai a zenekarnak, akik ne tudtak volna egy idő után arra a szintre és arra a minőségre eljutni, ahol a többiek tartottak, hiszen ő mindenkiben pont azt látta meg, és pont azt segítette, ami a nehézsége volt, és pont azt látta meg, amivel biztatni tudta. Ahogy itt az előbbi megemlékezésben is beszéltem róla, tehát én 82-ben karnétosként kezdtem itt a zenekarban, és a betegségekor esett ránk a választása a zenekarnak, Lacira és én rám, és akkor még nem gondoltam 19 évesen, hogy, hogy egy olyan, olyan ö, szakmai ö, dolgot kapok az élettől, ami aztán az életemnek a legnagyobb meghatározó része lesz, és még beteg ágya mellett is fölmehettünk hozzá, tanácsokat kérhettünk, hát Gondold el, kezdő fiatal emberként azt sem tudtuk, hogy hogy kell vezényelni, mit kell csinálni. Minden alapot tőle tanultunk, minden zenei ö, 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 faktúrába ő vezetett be bennünket. Hát ezeket, az alapokat, és ez a legfontosabb talán. Magyar József volt az 1992-ben, aki a rendszerváltás után Tatabánya első díszpolgári címét kapta. Ott jó ember volt, jó ember is, mert ő volt, mindenkiben meglátta a jót, és azt próbálta fejleszteni benne. Tényleg volt olyan ember, aki nem tudott zenélni, akkor ő vitte az ászlót. Tehát, és, és, azt, az, hogy a közösséget tudott teremteni, a közösségé formált minket, és ez nagyon nagy szó. Természetesen hát nem, nem lehet elfelejteni. Ő adta sok embernek a kezébe a hangszert, ő tanította meg a zenése, az együtt játék örömére, úgyhogy nem lehet elfelejteni. A megemlékezés végén dr. Kansz Saba megyei kormány megbízott, és Bencsik János országgyűlési képviselő is elhelyezte a kegyelet virágait Magyar József sírjánál.